Kedves nézőink, köszöntöm Önöket Hódmezővásárhelyről, a 30. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapokról. Tisztelt miniszterhelyettes úr, tisztelt elnök úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégek, kiállítók, hazánkon belül és hazánkon kívül érkezett látogatók. 30 év, hatalmas és hosszú idő. A Hódmezőgazda ZRT immár 30 éve szervezi az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokat a Magyar Állattenyésztők Szövetségének segítségével, az Állattenyésztő Szövetség tagszervezeteinek és a dolgozóinak segítségével. Magyarország legszínvonalasabb, leglátogatottabb állattenyésztési kiállításává nőttük ki magunkat. Több mint 500 kiállító érkezett az idei esztendőben, több mint 20 országból, és hatalmas érdeklődést mutat az is, hogy a diákok részéről szervezett formában több mint 2000 diák fog érkezni a 3 nap alatt, ők, akik előzetesen bejelentkeztek, és tudjuk, hogy itt lesznek. Ezúton is szeretném megköszönni a Magyar Állattenyésztők Szövetsége tagszervezeteinek, azok dolgozóinak, és a Hódmezőgazda ZRT dolgozóinak azt az áldozatos, kitartó és igen kimerítő munkát, amit ennek a kiállításnak a megszervezése megkövetel, hiszen azt a színvonalat, amit az elmúlt 30 évben felállított a csapat és azt a mércét, abból nem engedhetünk. Szoktuk mondani, hogy minket kötelez a múlt, úgyhogy a színvonalból nem engedhetünk, ezért az a szervezői munka, amit kifejtenek, az igen magas színvonalú, és ez biztosítja azt, hogy ez egy legjobb kiállítássá nőtte ki magát Magyarországon. A globális éghajlatváltozás szele elért minket is. Sokáig azt gondoltuk, hogy elkerülhetjük ezt, de nem. És ugye az elmúlt időszakban sajnos a tavalyi esztendőben jelentős aszály sújtotta az agráriumot. És ebben az aszályban, ebben a terheltségben a legnagyobb kihívást az állattenyésztőknek kell elszenvedni, hiszen hatalmas feladat elé állította őket, hogy megtermeljék az állatoknak a takarmányt. És a legnagyobb kihívás természetesen a száraz takarmányok előállítása jelentette, hiszen sem széna, sem tömegtakarmányt nem lehetett készíteni az ország egyes részein, anélkül pedig nincs kérődző állattartás. Nem csak a mennyiség hiányzott, hanem sajnos a minőséggel is gond volt, mert aki még bírt is valamennyit betakarítani, azt is sajnos terhelték egyéb problémák, amivel további küzdelem és további nehézségek a gazdálkodás során felmerültek. Évtizedekig azt hittük, hogy meg fogjuk úszni azt az éghajlatváltozást, hogy itt a Kárpát-medencében velünk nem történhet semmi, amiben következik és érezhető napjainkban, nem ússzuk meg mi is. Ez az éghajlatváltozás azonban mindenképp gondolkodásra serkent minket, el kell, hogy gondolkodjunk azon, hogy mit kell annak érdekében tenni, hogy az jelentős agrárhagyományokkal rendelkező, jelentős agrárpotenciállal rendelkező ország megtarthassa azt a képességét, azt az áru előállító és élelmiszertermelő képességét, amit mindannyian fontosnak tartunk. A gazdasági válság rendkívüli módon megviselte az összes gazdálkodó szervezeteket, és nem csak az agráriumban, hanem az agráriumon kívül is, de minket is jelentősen érintett, és mi, mint élelmiszer alapanyag előállítók, illetve élelmiszer előállítók, megküzdöttünk azon a piacon, amin a másik oldalán a fogyasztók vannak. A költségeink rendkívüli mértékben emelkedtek, így emelkedtek az élelmiszer árak is, ugye elszabadult az infláció, és sajnos a fogyasztók ezt az árak és az élelmiszer árak emelkedésében, drágulásában érezhették. Van egyfajta konszolidáció az elmúlt időszakban, de ez még nem ad örömre okot, mert nem biztos, hogy a végtelenségig tud csökkenni az élelmiszerár, hiszen minden input anyag emelkedett, van valamennyi konszolidáció most, de nem biztos, hogy ez tartós lesz. Vannak olyan vállalkozók, akik az elmúlt időszakban túladtak az állattenyésztő cégeiken, nem bírták ezeket a kihívásokat elviselni, nem bírtak azokkal a naponta jelentkező nehézségekkel, problémákkal, ami egy állattenyésztő életét sajnos megkeseríti a mindennapokban. Elég, hogyha arra gondolunk, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt fél évben
a tejhasznú szarvas marhatartás, hogy egyáltalán a tejpiacon mi történt. Egyik pillanatban a nyers tej ára 50 cent, vagy már 55 cent is volt, a másik pillanatban egy hónap múlva meg 20 centre ment le. Óriási különbség, ezt nem lehet tervezni. Sem a gazdálkodó nem tud tervezni ezzel, sem az élelmiszeripar nem tud tervezni ezzel. Márpedig a tejhasznú szarvas marhatartó, ha hoz egy szakmai döntést, és azt véghez viszi, annak 5 év múlva látja az eredményét. 5 évre kell neki előre tervezni. És ha nem sikerült, 5 év múlva tudja meg, hogy nem sikerült, és egy újabb kezdeményezést kell tennie. És ebben a hosszú távú stratégiában nagyon fontos, hogy kiszámítható környezetben tudjon termelni. Ami még nagyon fontos, és mindenképp tennünk kell ezért, helyzetbe kell hoznunk a magyar állattenyésztést. Részben az elmúlt időszakban voltak olyan lépések a aszály elleni védelem okán, vagy az aszály elleni tehetés okán, hogy az öntözésfejlesztési pályázatokat írtak ki, ezeket meg lehetett valósítani, de az, amit eddig tettünk, az nem elegendő, ettől sokkal többet kell, az ország jelentős részét kellene öntözhetővé tenni, és ez még nagyon sok feladat vár ránk. Ami még fontos, hogy meg kell becsülnünk az állattenyésztést, mert ha az állattenyésztés nem termeli meg az alapanyagot, akkor a ráépülő élelmiszeripar nem lesz képes feldolgozni élelmiszert, nem lesz hazai élelmiszer a mindennapi élelmiszerekben legfontosabb kategóriában, és ha nem lesz magyar élelmiszeripar, akkor az ország elveszti azt a rendelkezését, azt az önrendelkezési jogot, hogy saját magunknak állítsunk elő nyomon követhető, biztonságosan megtermelt élelmiszereket. És amire nagyon fontos még odafigyelnünk, hogy legyen jövedelem ebben a szakmában. Azok, akik felhagynak a gazdálkodással, legtöbbször elkeseredettségükben nincs elég jövedelem, az utolsó filléreiket fordítják az állattenyésztésre, márpedig, hogyha nem lesz jövedelem, nem lesz profit, akkor nem lesznek olyan fiatalok, akik leváltanák az idősebb generációt, és ha nem jönnek a fiatalok, akkor ennek az ágazatnak nem lesz jövője. És azok is fel fogják adni, akik a mindennapi munka mellett ezt a hivatásuknak, az életüknek tekintik. Azonban a nehézség ellenére is itt van a 30. Alföldi Állattenyésztési Napok. Megtalálhatják itt Magyarország legszebb állatait, legszebb tenyészeteiből érkezett, legszebb kiállított példányokat. Belenézhetnek az állategészségügyi, a gyógyszeripari, a takarmánygyártási ágazatokba, tartástechnológiai ágazatokba, akik elhozzák azokat az eszközeiket, amivel segítik a mi munkánkat, segítik azt, hogy versenyképesek legyünk, akár nemzetközi mércével is megálljuk a helyünket a versenyben. Idén sajnos a baromfi influenza átrajzolta a szervezés közben a munkánkat, szárnyasok nem érkezhettek a kiállításra. Ez is jelzés mindannyiunk számára, hogy foglalkozni kell az állategészségügyel. Az Állatorvostudományi Egyetemmel most a megnyitó után 11 órakor közös szervezésben egy állategészségügyi konferenciát tartunk. Várunk oda minden gyakorló állattenyésztőt, hiszen az ott megjelenő előadók olyan anyagokat fognak, olyan tudást fognak átadni önöknek, amit gyakorlati haszonnal rendelkeznek, és a mindennapi munkában, mindennapi tenyésztési feladatok elvégzésében segítenek gyakorlati instrukcióval. Ahogy a megnyitón is említésre került, a Magyar Államkincstár elnök helyettese is érkezik hozzánk, és ezen az előadáson, ennek a konferenciának a keretén belül szintén előadást fog tartani az állatokkal kapcsolatos támogatási rendszerrel, azoknak a támogatási eljárásokkal, hogy segítse a gazdálkodókat, az állattenyésztőket abban, hogy még könnyebben, még profi módon tudják elérni azokat a támogatásokat, amik jelen pillanatban ki vannak írva. Ennek a konferenciának, ami még egyszer említem, 11 órakor kezdődik a nemzetközi konferencia sátorban, le van még két fontos eleme. A konferencia megnyitás előtt az Állatorvostudományi Egyetem és a Hódmezőgazda ZRT együttműködési megállapodást fog ünnepélyes keretek között aláírni, illetve van egy másik meglepetés program. Dr. Kemény Dénes, aki állatorvosként végzett, egy díjat fog kapni ott. Úgyhogy javaslom mindenkinek, a sajtónak, akit érdekel, az jöjjön, jelenjen meg, hogy meg tudja ezt örökíteni.
vásárhelyen láthatjuk azokat az értékeket, amiket idehoznak a tenyésztők, itt vannak az őshonos állataink, itt vannak a hagyományaink, itt vannak azok az ősi értékek, amiket évszázadon keresztül megőriztünk. Óvnunk kell, vigyázzunk rá. Itt van a múlt, a jelen és a jövő, hozzunk ki belőle a legtöbbet. Ezekkel a mondatokkal, szavakkal és gondolatokkal köszöntöm Önöket a 30. Alföldi Állattenyésztés és Mezőgazda napokon. Kívánok mindannyiuknak eredményes kiállítást, hasznos időtöltést, jó tárgyalásokat, érezzék jól magukat. Köszönöm szépen, hogy eljöttek a kiállításra. Tisztelettel megkérem Györfi Balázs urat, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökét, hogy köszöntse a megjelenteket. Szép napot kívánok, tisztelettel köszöntöm mindannyiukat itt a 30. alkalommal megrendezésre kerülő alföldi állattenyésztési és mezőgazda napokon. Azt gondolom, hogy illik azzal kezdeni, hogy gratulálunk a szervezőknek és a szervezésbe bevont különböző ágazati szereplőknek, hogy ismét egy rendkívül színvonalas és nagyon jól szervezett eseményen lehetünk itt, amiről elmondhatjuk, hogy évek óta most már stabilan őrzi azt a pozícióját, ami abból fakad, hogy a legjelentősebb, legnívósabb állattenyésztési seregszemle. És elmondhatjuk, hogy talán nem csak Magyarországon, de a környező országokban, de akár európai szinten is nagyon jól állja a verseny. És hát nyilvánvaló az, hogy a 30. alkalommal lehetünk itt, egy külön ok arra, hogy ünnepeljünk és gratuláljunk a szervezéshez. És úgy gondolom, hogy milyen jubileum alkalmával nem csak a mai esemény szervezőinek kell, hogy gratuláljunk, hanem az előző 29 alkalommal erőfeszítést tevő embereknek, szervezeteknek is, hisz nyilván az előző 29 nélkül nem lehetnénk itt most a 30-on. És szeretném megköszönni a szervezőknek, hogy a nehézségek ellenére és a kihívások ismeretében is képesek voltak rászállni magukat, hogy egy rendkívül nehéz állattenyésztési szempontból rendkívül nehéz időszakban vették a fáradtságot, és újra összehívták az állattenyésztés legmagasabb szintjén tevékenykedő magyarországi és határon túli vállalkozásokat. Azt látjuk, hogy olyan problémákkal állunk szemben, amelyek elszigetelten eddig is megvoltak, de ilyen általános jelleggel talán még soha nem voltak jellemzőek. Gondoljunk csak arra, hogy a likviditás egészen extrém helyzeteket produkált, a kereset és a kínálat sokszor egészen abszurd elmozdulásokat mutatott, a gabona és a takarmánypiac volatilitása szinte lekövethetetlen, ugye igazgató tett utalást a tejpiacra, ami tényleg egészen döbbenetes számokat mutatott. Volt szó a járványokról, ami valóban további feladatokat ró elénk. Látjuk, hogy az Európai Unió export képessége, az export lehetőségei érdemben változnak, és sajnos nem a jó irányban. A forint árfolyama, az kinek így, kinek úgy tetszik, vagy nem tetszik, de az biztos, hogy egy export érdekelt mezőgazdaság számára a forint ilyen jellegű erősödése semmiképpen nem előnyös. Az energiaárak és az input árak az egekben vannak. Csiton a nyakunkon az ukrán háború annak minden vonatkozásával, következményével, és tegyük hozzá, hogy mindezt egy remek covidos időszak után kell, hogy megéljük. És ezt befejelte tavalyi esztendőben az aszály, ami azt mondják, hogy az elmúlt 500 év legjelentősebb aszálya volt. Én nem tudom, mert nyilván nem emlékszem rá, azt gondolom itt a többiek sem nagyon, de higgyünk a felméréseknek és a statisztikáknak, de akárhogy is van, sajnos óriási károkat okozott. Mindenki próbálkozott, hogy hogy segítsen a gazdálkodóinak, mi is tapasztaltunk állami beavatkozásokat, kezdeményeztük, hogy a takarmányt lehessen támogatással szállítani, és hát voltak olyan az inflációt letörő beavatkozások is, mint az ársapka, amit egyébként így halkan mondom, most már az ágazat el tudna viselni, hogyha kivezetésre kerülne, mert félünk attól, hogy az import termékek kiszorítanak bennünket a saját piacainkról. Az ukrán dömping vonatkozásában üdvözöljük a kormányzat intézkedéseit, ugyanakkor látni kell, hogy ez túlmutat azon, hogy tele vannak a gabonasilók ukrán gabonával, hisz itt egy olyan versenytorzító körülményben kellene helytállnunk, ami egészen abszurd. Tehát én azt gondolom, hogy azzal nincs semmi baj, hogyha versenyben kell helytállnunk. De az nem járja, hogy az európai gazdáknak olyan szigorú szabályokat kell betartani, amit Ukrajnában még csak nem is ismernek, ott olyan növényvédőszereket használnak, amiket meg már mi nem ismerünk,
Tehát a termési költségek teljesen más képet mutatnak, ilyen formában nem korrekt versenyeztetni az ottani és az itteni termékeket egymással szemben, hisz mindannyian tudjuk, hogy ennek mi lesz az eredménye, és azt látni kell, hogy az állattenyésztés vonatkozásában is súlyos különbségek vannak. Érdekes módon most senkit nem zavar, hogy az ukrán tojás az kerteces tartásból érkezik ide, és azt is látni kell, hogy az állattenyésztés vonatkozásában a szabályozás az sok esetben nem a tudományos alapokon nyugszik, hanem egyfajta tudatlanságból, egyfajta rossz indulatból. És most elmondhatnám azt, hogy egy ember bemászott a ketrezbe és megállapította, hogy az nem kényelmes, de Gyurica rektor úr, aki egyébként szerint jegyzeteli az előadásaimat, amit innen is köszönök, mondta, hogy ezt nem mondjam, mert tavaly meg tavaly előtt is mondtam. Úgyhogy egy másik példát fogok mondani, hogy sajnos mennyire távol van egy átlag ember a mezőgazdaságtól. Egy hát nagyon városi ismerősöm egy rendsodrót látván megkérdezte tőlem, hogy mi ez. És én gondoltam, poénos leszek, és mondtam, hogy ez egy mobil szélerőmű. A szörnyű az, hogy elhitte. Tehát ő azt gondolta, hogy ezt tényleg oda húzzák, ahol fúj a szél. Tehát, és ez intőjel mindannyiunknak, hogy itt tartunk. Elempés. És ezek az emberek befolyásolni képesek azt, hogy milyen döntések születnek a mi ágazatunkra. Úgyhogy nekünk figyelni kell, és igen, valóban fejleszteni kell, hogy álljuk a versenyt, azt a versenyt, amit fairnek gondolunk, hisz abban részt kívánunk venni, és abban nyerni akarunk, és ehhez támogatások, fejlesztések kellenek. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a vidékfejlesztési programban 80%-os állami támogatással vagyunk képesek, egy ilyen hazai társfinanszírozással vagyunk képesek az ágazat szereplőit a fejlesztési igényeikben támogatni. Biztatunk is mindenkit minden nehézség ellenére, hogy valósítsa meg a terveit. Mi tekintsünk előre, mi pedig természetesen az Agrárkamara részéről mindent megteszünk annak érdekében, hogy a céljaikat elérjék. Az egységes kérelem beadásának időszakában vagyunk. Kérek mindenkit, hogy figyeljen oda, hisz teljesen új szabályrendszer között kell helytállnunk. Falugazdászaink állnak rendelkezésre. Polgármester úrnak megköszönjük szépen a földadóban eddig kifejtett erőfeszítéseit. Nagy tisztelettel felkérem Farkas Sándor miniszterhelyettes parlamenti államtitkár urat, hogy a szaktárca nevében mondjon köszöntőt és nyissa meg a kiállítást. A magyar nem csupán számításból tenyészt állatot született hajlama van rá, Európában, mint pásztornép jött be, szabadság szeretete folytán jobban kedvelte a korlátlan pusztát, mint a szűk szántóföldet, ahol évről évre vetnie, aratni kell. Mikor mindinkább korlátok közé szorul az állattenyésztés, a magyar mindig hű marad hozzá. Tisztelt hölgyeim és uraim, egy bajor agrárgazdasági szakember, Heinrich Dietz úr írt így a Magyar Mezőgazdaság címet viselő, a kiegyezés idején született művében a magyar állattartókról. Ebbéli vélekedésben nem áll egyedül. Más utazók is kiemelt figyelmet szenteltek a 19. században a magyar pásztoroknak. Nem véletlen, hogy Magyarországot a puszta, a csárda, a csikós, a gulyás hazájaként jelenítik meg, és ez az az országkép máig sem foszlott teljesen széllyel. Noha talán túlzás, hogy a néprajzi szakirodalom pásztorrendnek nevezi ezt a hagyományőrző réteget, maga a kifejezés mégis jelzi, hogy a pásztorok a magyar társadalomnak olyan jellegzetes elemét alkották, amely több volt, mint foglalkozási csoport. Jellegzetes hagyományőrző réteg, ami azt is jelenti, hogy megmaradásunk is köszönhető nekik. Mindannyian magunkra ismerünk egy kicsit a pásztorokban, mint ahogyan mindannyian otthon érezzük magunkat az Alföldön. Szülessünk bárhol magyarként-e hazában vagy a nagyvilágban, legyen bárhol a szálláshelyünk, az Alföldre mindig hazajövünk. Tisztelt hölgyeim és uraim! 3 évvel ezelőtt a Magyar Országgyűlés is megemlékezett az állattenyésztőkről. A szakmát képviselők társadalmi beágyazottságát mutatja, hogy 2020-ban ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a parlament
kormánypárti határozatát, mely szerint szeptember 29-ét Szent Mihály napját nyilvánítsák az állattenyésztők napjává. Ezzel a gesztussal a hagyományok előtt tisztelegve arra tudjuk felhívni a figyelmet, hogy a növénytermesztésben dolgozókhoz hasonlóan ők is egy nap, mint nap végzik áldozatos, értékteremtő munkájukat. A parlament döntése azt is kifejezi, hogy Magyarország, a magyar kormány továbbra is elkötelezett az állattenyésztés és a növénytermesztés egyensúlyának megőrzése iránt, az állattartás ugyanis meghatározó szerepet tölt be életünkben. Az egészséges környezet fenntartásában, az élelmiszerbiztonságban és az egészséges táplálkozásban is. Ehhez pedig nélkülözhetetlen az állattartók mindennapi munkája, ha esik, ha fúj. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, azért is volt jó választás Szent Mihály napján felhívni az emberek figyelmét arra, hogy az állati termékek milyen sok munka árán kerülnek az asztalra, mert ez a nap a legeltető állattenyésztésben évszázadok óta a számadás ideje. Ez pedig egyúttal arra is emlékeztet bennünket, hogy eleinkhez hasonlóan úgy tudjuk hosszú távra biztosítani az ünneplés lehetőségét, ha a hagyományoknak megfelelően mérlegre tesszük a munkánkat és az eredményeinket egyaránt. Mert az elengedhetetlen ahhoz, hogy a jövőt szilárd alapokra építsük. Ez a hozzáállás szerencsére évszázadok óta sajátja az agráriumban munkálkodóknak. Most azonban különös súlya van annak, hogy pontos legyen a számítás, nincs ugyanis pazarolni való energiánk, amik pedig van, az okosan, és ami a legfontosabb, egymás segítve, egymással összefogva kell felhasználni. Azért, hogy erőink ne pusztán összeadódjanak, hanem a történelmi nehézségek közepette érkező történelmi mérléptékű támogatásokat is tekintetbe véve meg sokszorozódjanak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Most ugyanahhoz a naphoz, Szent György napjához vagyunk közelebb, amikor az állatokat először hajtották ki a legelőre, mégis engedjenek meg nekem egyfajta számvetést, erre azért is alkalmas a Hódmezőgazda ZRT rendezvénye, mert míg az állattenyésztők napja 3 éves múltra tekint vissza, ez a szakkiállítás és város vásár már 30 éves. Ezután is szeretnék gratulálni minden kollégának, minden szakembernek, minden dolgozónak ehhez a kitartó és eredményes munkájukhoz. Hitem szerint a kitartó és következetes munka mindenkor meghozza a gyümölcsét, ezért is ragaszkodunk a hosszú távú céljainkhoz, és erre biztatjuk a gazdálkodókat is. A hosszú távú célok megvalósításához mindazonáltal szükségesek a megfelelő alapok. A jó hírem az, hogy a magyar agrárium alapjai mára stabilak, hiszen az elmúlt 13 esztendő intézkedései nyilvánvalóvá tették, hogy a kormány a magyar mezőgazdaságra stratégiai ágazatként tekint. A gazdálkodók likviditásának biztosítása és a termelés versenyképességének fenntartása kulcsfontossági feladatunk. Nem tekinthetünk el attól, hogy az elmúlt időszak változatos kihívásai elé állították a gazdálkodókat. Legyen szó világjárványról, energiárobbanásról, hosszú, nagyfokú aszályról, háborúról, elhibázott uniós szankciókról és azok nyomán kialakuló inflációs és terménypiaci krízisről. Ám az egyre inkább változó világ megtapasztalása hozzájárult ahhoz a stratégiai gondolathoz, hogy nem szabad homokba dugni a fejünket, hanem még határozottabban tovább kell menni a megkezdett és elindított útjainkon. Fel kell venni a kesztyűt, és érdemi ütőkártyákkal be kell szállni a nemzetközi versenybe. Ezért döntött a magyar kormány úgy, hogy az Európai Uniós vidékfejlesztési forrásokhoz, ahogy már előbb is hallottuk, 80%-os nemzeti kiegészítő forrás biztosít 2021-től kezdődően, ami lehetővé tette számunkra a megújuló vidék, a megújuló agrárium program elindítását.
A közös agrárpolitika pillérein keresztül ugyanis történelmi léptékű forrást fordíthatunk a magyar vidék fejlesztésére 2027-ig. Ezt tette lehetővé a rendszerváltás utáni legnagyobb állattartás korszerűsítési támogatási program elindítását, amelynek keretében meghirdetett telephelyfejlesztés célzó felhívások az állattenyésztés valamennyi ágazat számára támogatási lehetőségeket kínálnak. Az állattartók versenyképességét az elmúlt két évben összesen 2500 támogatott projekt és csaknem 430 milliárd forint megítélt támogatást szolgálta. Szeretnénk emlékeztetni arra, hogy a tavaly új programokat is indítottunk, és ott lesznek a források, és teszünk forrásokat az állattartásba, ahol azt az uniós környezet megengedi. Ez pedig az állatjólét területe. Jutartók, baromfitartók, méhészek számára nyílt ezen a területen új lehetőség. És dolgozunk azon, hogy a nagyon fontos sertés és húsmarha ágazatban is tudjunk ilyen programokat indítani. Biztos vagyok benne, hogy az állatok jóléte mellett a gazdálkodók számára is előnyökkel jár ez az irány. Ha az erre mind érzékenyebb európai piacon akarunk maradni, állatainkkal és termékeinkkel. Tisztelt ünneplők! Büszkék vagyunk arra, hogy a vidékfejlesztési program kifizetéseinek összege 2022-ben meghaladta a 400 milliárd forintot. Ezzel tavaly rekordnagyságú összeg került a gazdálkodókhoz, mivel éves szinten az agrárpolitika, a közös agrárpolitika kettes pillérének keretében ilyen mértékű támogatás még nem került kiutalásra. De itt nem állunk meg. Az idei évre a vidékfejlesztési pillérből finanszírozott beruházások, támogatási programok mögött soha nem látott mértékű költségvetési fedezet áll rendelkezésre, hiszen 750 milliárd forint van ezekre a célokra a 2023 évi nemzeti költségvetésben rögzítve. És készülünk a következő esztendőkre is. A kormányzatnak olyan jövőképe van a szektorról, az ágazatról, amelyre lehet építeni, és amelyben minden termelő képes elhelyezni magát, megtalálva számára az előnyös lehetőségeket. Ez a jövőkép egy jövedelmező, 21. századi technológiákra épülő mezőgazdasági termelésre, továbbá ezen alapuló nemzetközileg is versenyképes élelmiszeriparra épít, a természeti erőforrások fenntartható használatával és egy élhető vidék megteremtésével. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Agrárminisztérium jövőképe szerint négy fő pillér mentén szervezzük a következő időszak teendőit. Elsőként a gazdasági fejlődés pillér esetében hangsúlyoznunk kell a mezőgazdaság és az élelmiszeripar gazdasági fenntarthatóságát érintő területeket. E pillér alatt megfogalmazott intézkedések célja a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások versenyképességének növelése és a piacra jutásának támogatása, illetve a nemzetközi versenyben való helytállásuk fokozása. Másodikként a minőségi élelmiszer pillér alatt megfogalmazott célok között az élelmiszer önellátás biztonságának és egészségesebb és fenntarthatóbb fogyasztás mellett való szavatolása, továbbá a minőségi élelmiszerellátásnak a koncentrálódó termékpályákon való biztosítása szerepel. A harmadik, a zöld jövő pillér intézkedéseinek célkitűzése a klímaváltozáshoz alkalmazkodó és környezetkímélő gazdálkodás természeti erőforrások megőrzésével. Végül az úgynevezett megújuló vidékpillér két irányt jelöl ki számunkra. Egyrészt a vidéki települések fejlesztését, másrészt a generációs megújulás a gazdálkodásban. Ezekhez a célokhoz a Magyar Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv elfogadásával több mint 5300 milliárd forint felhasználású forrásunk van 2027-ig. Ez a forrás egyszerre ad lehetőséget a mezőgazdaság termelékenységének másfélszeresére növelésére, a technológiai fejlesztések révén, valamint az uniós zöld célok eléréséhez. A szakmának pedig minél több termelőre kiterjedő széleskörű piacismeretben,
szaktudásban és konkrét termelői vagy vertikális összefogások működtetésében kell hozzájárulni a közös jövőbeli sikerek érdekében. Bár tavasz van, és ez a remény évszaka. Fel kell készülnünk arra, hogy a háború gazdasági hatásai biztosan végigkísérik a következő időszakunkat. A mezőgazdaságban is, például az energiaárakban, vagy éppen a terménypiacok működésében. Az állattartóknak továbbra is arra kell számítaniuk, hogy az uniós szabályozások minden tekintetben szűkíteni akarják az eddig megszokott működési környezetünket. Közösen kell a józanság talaján tartani ezeket a szabályozási irányokat, nem letérve a szakma és a tudomány talajáról, még ha velünk szemben nem is így lépnek fel. A javaslatom az, hogy hívjuk segítségül és egyben szövetségesül a fogyasztókat, akik biztonságos és elérhető áru állati termékeket szeretnének Európában fogyasztani. Ehhez az európai termelésre van szükség, és nem a környezeti fenntarthatóságot és az állatjóléti kérdéseket még csak hírből sem ismerő unión kívüli országból származó húsimportra. És higgyék el nekem, ez nem valami ódivatú érvelés, hanem az európai fogyasztók többségének véleményét figyelembe vevő reális kiindulási alap. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy legyünk ebben az eddigieknél is tudatosabbak és határozottabbak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A 30. állattenyésztési és mezőgazda napokat ezennel megnyitom, és az elmúlt 3 évtizedre visszatekintve elmondhatjuk, hogy a szervezők kitartó és következetes munkája által ez a kiállítás a magyar mezőgazdaság egyik legnagyobb, nem egyik, legnagyobb jelentőségű szakmai találkozójává vált, amely mind az állattenyésztő, mind pedig a növénytermesztő szakma számára különös jelentőséggel bír. Remélem, hogy a bemutatókon való részvétel mellett az is hasznos lehet az ide látogatók számára, amit a szakmai szervezetek képviselőitől hallanak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Eredményes és emlékezetes időtöltést és egyben hasznos tapasztalatcserét kívánok minden résztvevőnek, és engedjék meg azt, hogy az Agrárminisztérium nevében Dr. Nagy István miniszter úr aláírásával egy díszoklevelet adjak át Antal Gábor vezérigazgatónak, elismerve azt a munkát, amelyet az elmúlt 30 évben elvégeztek és tettek a magyar mezőgazdaság jövőjén, mert ezek a találkozók többek annál, mint hogy összejövünk. Itt egymástól tudunk tanulni, egymással tudunk szót váltani, tapasztalatot cserélni, ami egyértelműen a magyar mezőgazdaság jövőjét szolgálja, és biztat bennünket arra, hogy még nagyon sokszor találkozunk itt Hódmezővásárhelyen, mert ez a szakma csúcsa, ez a csodás világ, ami itt az Alföld közepén bennünket körbevesz, ez jelenti nekünk mezőgazdászoknak a jövőt és a biztonságunkat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és gratulálok a kívülőt. Kedves nézőink, köszönöm a megtisztelő figyelmüket, kérem tartsanak velünk legközelebb is, a viszontlátásra!